Aki örömmel tekint vissza a 14 és 18 év közötti korára, abban nem bízom. Aki szeret 10 éves lenni, azzal valami nagy baj van. A kamaszkor egy nehéz időszak, ami sokszor felér egy rémálommal. Ezt nem én mondom, hanem az a Stephen King nyilatkozta egyszer, aki nem csak maga is felnevelt 3 gyermeket, de lássuk be, tud egyecsmást a rémálmokról is. Labanc Dániel és Orosz Ildikó Nyugi című kötete élvezetes és hasznos segítség szakembereknek és kamaszokat nevelő szülőknek egyaránt. Közérthetően megfogalmazva teszi lehetővé, hogy kicsit jobban rálássunk a kamaszokat érintő tipikus problémákra, és megértsük ennek a korosztálynak a nehézségeit, küzdelmeit, felmerülő kérdéseit. Kamasztörténetek pszichológus szemmel, aggódó szülők megnyugtatására. Én Bánfi Dávid vagyok, ez pedig itt a Sorköz, a Libri magazin videós könyvajánlója. Ki intenzívebben, ki kevésbé, de kamaszként legtöbbünk próbára teszi környezete türelmét és lelki békéjét. Ahogy azt már az előhang első soraiban olvashatjuk, a kamaszkor a második születés. A gyermek kiszakad a család érzelmi biztonságából, és egy egészséges fejlődés menetben elszakad a lelki köldökzsinór. A szerzők maguk is számtalanszor hallották aggódó szülőktől az olyan jellegzetes kifakadásokat, mint hogy a gyerek teljesen kifordult magából, bezárkózik, nem enged be a szobájába, vagy hogy biztos, hogy ez normális? Pedig ez a bizonyos elszakadás nem csak a szülőt viseli meg, hanem a kamaszt is. De vajon mi az, ami még normális, és hol van az a pont, ahol indokolt lehet szakember közbeavatkozása? A kötet legfontosabb üzenete épp a címében rejlik, nyugi. Hiszen egyáltalán nem biztos, hogy amit egy szülő hatalmas problémaként azonosít, az valóban az is. A kamaszkor óhatatlanul is a radikális változás időszaka. Változik a testünk, komplexebbé válnak gondolataink, átalakulnak az egymáshoz fűződő viszonyaink. Ahogyan azt Anna Freud, Sigmund Freud lánya mondta egyszer, amíg a serdülő változik, bármilyen szélsőségek közt is, addig a korának megfelelően viselkedik. Baj akkor van, ha egy szélsőségbe hosszú időre belerakad. Azt viszont már a szerzők állítják, hogy még a legextrémebbnek tűnő helyzetekből is van kiút. Csak lehetőleg ne essünk pánikba. Azon túl, hogy a szerzők a könyv kereteként röviden és érthetően felidézik a kamaszkort megelőző életszakaszok biológiai és pszichológiai hátterét, a kötet javát, egyben legizgalmasabb fejezeteit valós tinédzserek valós történetei adják. Olyan sorsok és jelenségek tárulnak az olvasó elé, amelyekkel Labanc Dániel pszichoterápiás rendelésein találkozott az évek során. Ezek a sztorik sokszor megrendítő módon világítanak rá a mai tinik dilemmáira, félelmeire, örömeire. Megismerjük a leggyakoribb kiváltó okokat. A lappangó családi nehézségektől és traumáktól, a konkrétan diagnosztizálható betegségeken át, az állami gondozásban nevelkedők, sokszor mostoha sorsáig. Bár a fejezetekben megismert szülők és kamaszok mind hozzájárultak történeteik közléséhez, a szerzők minden olyan adatot megváltoztattak, amik bármilyen szinten felismerhetővé tehették volna őket, pedig az írók elmondása szerint néhányuk akár az igazi nevét is adta volna a könyvhöz. Dávid, Fanni, Berci, Flóra, Csongor, Ábel, Tomi, Nóri, Geri és Laci. Az ő történeteiken keresztül ismerjük meg azokat a dilemmákat, problémákat, környezeti hatásokat és traumákat, amelyekkel a legnagyobb valószínűséggel találkoznak a tinik, és így az őket nevelő szülők is, már ha vannak egyáltalán. Lázadás és elengedés, önértékelési zavarok, a mozaik családokban való létezés, az ébredő szexualitás kérdésköre, a szerhasználat útvesztői, a közösségi média és a virtuális valóság egyszerre ingergazdag és ingerszegény volta. Mind-mind borzasztóan releváns és fontos témák, amelyek valamelyikével előbb vagy utóbb a legtöbb szülőnek szembe kell néznie. Számukra nyújt kapaszkodót ez a fontos kötet. Az a tapasztalatom, hogy a szülők nagyon sokszor megijednek azoktól a szélsőségektől, amiket egy kamasz gyerek villantani tud. Nagyon nagy szélsőségekből és nagyon-nagyon súlyosnak, problémásnak gondolt dolgokból is vissza lehet jönni kamaszkorban. Viszont akkor adja magát a kérdés, hogy szülőként hogyan érdemes megítélni, hogy mi az, ami még normális, idézőjelben, és mi az a pont, ahol megfontolandó szakemberhez fordul? Én azt gondolom, hogy az első dolog, amit erre tudok mondani, hogy ha a szülő bizonytalan, akkor érdemes megkeresni egy szakembert. Általánosságban a tapasztalatom az, hogy a szülők ezeket a szélsőségeket sokkal extrémebbnek látják, mint amilyenek valójában. Az Anna Freud azt mondja, hogy egy kamasz akkor fejlődik normálisan, hogyha akár szélsőségek között is, de folyamatos változásban, folyamatos mozgásban van. A baj akkor van, hogyha egy szélsőség hosszabb időre rögzül, vagy hosszabb ideig fennmarad, és hogyha ebből a szélsőségből nem billen ki. Hogy látod a terápia, mint kezelési eljárás
általános megítélését a mai Magyarországon? Nyilván nekem egy olyan merítésem van, hogy akik jönnek, azok azért jönnek, mert van valamiféle motivációjuk. Szerencsére azt látom, hogy ez változik. Az más kérdés, hogy mennyire elérhető a pszichoterápia. Sajnos egyelőre, vagy leginkább csak magán úton érhető el a legtöbbek számára. Gyakorlatilag állami pszichoterápiás ellátás, vagy államilag finanszírozott pszichoterápiás ellátás Magyarországon szinte nem létezik. Mire számíthat ma az, aki állami gondozásban nő fel? Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon érzékeny kérdés. Én azt gondolom, hogy maga a rendszer nincsen jó állapotban sajnos. Van nagyon sok olyan igyekezet, ami pozitív irányú, de azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig nagyon sok teendő van ezen a területen. És azt is látom, és azt is gondolom, hogy sajnos nagyon sokszor gyermekvédelmi kérdésként tüntetnek föl olyan kérdéseket, amik valójában nem azok, ahelyett, hogy valódi gyermekvédelmi kérdésekkel foglalkoznánk. Amióta megjelent a kötet, felkeresett bárki a szereplők közül? Igen, a könyvnek az utóhangja, vagy az utószava is valójában arról szól, hogy attól, hogy én egy darabig kamaszkorúban ezeket a srácokat, lányokat kísértem, vagy kísérhettem, nagyon sokszor előfordul az, hogy ők utána fiatal felnőttként is visszajönnek egy-egy életüket érintő nehézségük vagy kérdésük kapcsán, és hát a többségükkel jobban vagyok, és kapcsolatban vagyok, úgyhogy igen. Hogy éled meg azt, akár szakemberként, vagy csak simán magánemberként, amikor véget ér egy terápia? Akkor lezárunk egy terápiát, addigra már úgy igazából nincs olyan nagy baj, nincs olyan dolog, amivel foglalkoznunk kellene. De utána is én azt tapasztalom, hogy időnként van igényük, tehát van olyan, hogy valakivel lezárjuk a terápiát, és nem látom egy fél évig, és aztán bejelentkezik, hogy akkor ő úgy jönne újra egy-két kérdést így megbeszélni, és egy-két alkalommal visszajön. Olyan is van, akit aztán felnőttként látok, csak viszont nem tudom, sikeres felnőttként, szóval most már azért több mint 20 éve dolgozom kamaszokkal. Az a tapasztalatom, hogy és az a benyomásom, hogy nagyon, nagyon sokuknak, vagy sokaknak ez egy fontos kapcsolat, nekem is fontosakká válnak, és nagyon jó érzés nekem, hogy a tulok róluk, és bejelentkeznek időnként, hogy mi van velük. A gyermekeidnek ajánlottad a kötetet, azzal az üzenettel, hogy még csak ezután fogsz majd igazán sokat tanulni tőlük a kamaszokról. Hát nyilván, az ember a saját kamasz gyereke kapcsán tanul a legtöbbet, elengedésről, meg fejlődésről, meg kamaszkorról. Ők pár év múlva lesznek még csak kamaszok, addig is nagyon sok minden fog változni, de a kamaszság az ugyanez lesz, a szükségletük ugyanez lesz, ugyanazt a fejlődési feladatot kell majd megugraniuk, ugyanúgy egy identitást, egy saját identitást kell kiépíteniük, és hát szükségem lesz azt gondolom sokszor segítségre, és hát volt már rá precedens, hogy a saját gyerekem kapcsán kollégától segítséget kértem, mert van olyan, hogy az ember azt, amiben benne van, azt nem látja, nem egyszer nem tudja úgy látni, mint másért. És hogy kívülről nézve ezeket a történeteket, tudunk olyan szempontokat adni, amit a szülő nem tud. És azt gondolom, és biztos vagyok benne, hogy nekem is lesz majd szükségem erre. Ugye Orosz Ildikóval társszerzői Igen. minőségben készült a könyv. Avasd be egy kicsit abba, hogy melyek azok a részek, amiket esetleg ő hozott, mi volt az ő szerepe, ugye a saját pácienseidnek a történetei jelennek meg elsősorban, de hogyan állt ez össze? Hát ez úgy állt össze, hogy engem megkeresett a Tönkő Vera, a Parkkiadónak a vezetője, hogy szeretne egy ilyen kamaszkönyvet a portfólióba, és hogy én készen állok egy ilyen könyvnek a megírásra, akkor mondtam, hogy nem. Persze, nagyon szívesen, de hogy én nem vagyok író. Elkezdtünk beszélgetni erről az egész témáról, arról, hogy mik lehetnek egyáltalán, amik szóba kerülhetnek. És nagyon sok olyan részt rakott hozzá, meg olyan kérdést és olyan témafelvetés, amit ő kamasz gyerekeket nevelő szülőként tett föl. És aztán a struktúrát is így raktuk össze. És tényleg az a cél, és erről szól a címe is, hogy nyugi, hogy így attól, hogy olyan nagy kilengések, olyan nagy hullámzások vannak egy kamasz gyerek körül, attól még nem biztos, hogy olyan nagy a baj.
Labanc Dániel és Orosz Ildikó kötetének a nyugin túl van egy másik fontos üzenete is. Ez pedig a párbeszéd, a kommunikáció. Végeredményben ez az egyedüli univerzális megoldókulcs, amivel a legproblémásabb helyzetek is kezelhetőek és visszafordíthatóak. Még ha nem is mindig könnyen, és nem is egyik napról a másikra. Elengedhetetlen olvasmány aggódó szülőknek és a nagy kaland előtt álló leendő anyukáknak és apukáknak. A Park könyvkiadó gondozásában megjelent kötet már kapható a könyvesboltokban. Nem sokára újra jelentkezik a sorköz, tartsatok velünk akkor is, addig pedig olvassatok sokat. Sziasztok!